Szeretettel köszöntöm Önöket, újra fehérvári beszélgetéseket látják. A mai alkalommal egy olyan ifjú, tehetséges hölgyet szeretnék Önöknek bemutatni, aki nem csak hazánkban, de külföldi színpadokon is megmutatta már magát, és úgy néz ki, hogy világsikerek elé néz. A stúdióban köszöntöm Stefani Schlessert, a maga 23 évével, és hát mivel franciául beszél, ezért a nagybátyja Kovács Tamás elkísérte, hogy segítsen nekünk egy kicsit tolmácsolni. Szia! Köszöntelek a stúdióban! Köszönöm szépen! Szia. Na, azért valamennyi megy magyarul. Egy kicsit. Je comprends plus que je ne parle. Többet értek, mint amit beszélni tudok. Uh-huh. Na, kezdjük az elején, hogy a nézők is tudják a te történetedet. Croissant déjà avec ton histoire, pour le public. Ugye Párizsban nőttél fel, Belgiumban születtél. À Paris, donc t'es né en Belgique. Voilà. Luxemburgi édesapád van. Ton papa est luxembourgeois. És anyukád magyar. Et ta maman est hongroise. Exactement. Pontosan. Na, ez hogy jött össze? Comment vous avez réussi à faire tout ça? Voilà, alors, ma maman a rencontré mon papa à Budapest par un travail commun. Budapesten ismerkedtek meg egy közös munka során a szüleim. Et par amour, elle l'a suivi en Belgique. És az édesanyám szerelemből követte édesapámat Belgiumba. Uh-huh. Ensuite, avec toute ma famille, on a grandi en Belgique. És az egész családommal együtt Belgiumban nőttünk föl. Et quand j'ai voulu faire des études artistiques dans la comédie musicale, du coup je suis partie à Paris dans une école internationale de comédie musicale. És amikor musicalt szerettem volna tanulni, akkor mentem Párizsba. Uh-huh. Értem. Voilà. De mondja csak. Vas-y, hein. Et j'ai vécu du coup deux années à Paris pour la formation. Két évig éltem Párizsban, amíg tanultam. Et puis j'ai décroché au fur et à mesure des rôles dans des comédies musicales qui m'ont après emmené un petit peu partout dans le monde. És kaptam olyan szerepeket, amik lehetővé tették, hogy a világban utazhassam. Igen, erről majd egy kicsit később beszélünk. On a parlé rapide. Voilà. Picit menjünk vissza gyermekkorra. Revenons à l'enfance. À ton enfance. Hiszen azért én láttam rólad néhány felvételt már, amiben ugye azért látszik, hogy nagyon-nagyon tehetséges vagy. Ugye azt mondják ma, hogy világhír az, ami mondjuk Stefanira várhat, és akkor utána folytatom. Donc, j'ai déjà vu quelques trucs sur toi, et on entend que c'est quand même le succès mondial qui t'attend. Azt mondják, hogy azért ehhez kell egy olyan vérnek lenni, hogy a véredben van benne. Est-ce que dans ton sang il y a quelque chose? C'est une bonne question. Jó kérdés. Jó kérdés. Tehát kiskorában már esetleg alakultak ezek a dolgok? Látszódott a tehetség? Ça se montre déjà, le talent se montre déjà. Je pense que quand j'étais petite, déjà j'aimais attirer l'attention. Szerintem, amikor már kicsi voltam, akkor is szerettem a figyelmet magamra irányítani. On a beaucoup de vidéos que mon papa a filmé, où je danse, où je chante au milieu du salon. Úgyhogy sok olyan film van, videófelvétel, ahol gyerekként táncolok a szalomban, nappaliban. Donc je pense effectivement que j'ai toujours aimé ça d'une certaine manière, me donner un petit peu en spectacle. És szerintem mindig szerettem ezt a szórakoztatóipart. Et puis en grandissant, je suis devenue un petit peu plus timide et j'aime maintenant préparer vraiment ce que je performe. De később félénkebb lettem a korral, és most már szeretem azt előkészíteni, amit előadok. Hát igen, azért gyermekkorban még az ember tényleg bátrabb. C'est vrai, on est plus courageux quand on est enfant. Exactement. Et d'ailleurs, on nous dit toujours à l'école et même sur scène, encore les metteurs en scène nous disent de retrouver notre âme d'enfant. Donc, az iskolában is azt mondták nekünk, a rendezők például, hogy meg kell találnunk a gyermeki lelkünket, hogy ez nagyon fontos. A tehetségre ki figyelt fel a szülők közül, illetve a szülők fedezték fel, vagy te magad mondtad azt, hogy akkor én ezzel szeretnék foglalkozni? Qui a compris en premier que tu avais du talent? C'était toi ou plutôt les parents? C'était les parents. Szülők. J'ai des parents vraiment extraordinaires. Csodálatos szüleim vannak. Parce que tous les deux ont pu voir qu'il y avait quelque chose en moi. Látták, hogy valami van bennem. Et ma maman surtout m'a poussé énormément à me produire.
és főként az anyukám próbált abba az irányba nyomni, hogy felléphessek. Et je dois avouer que sans ma maman, je pense que je n'aurais sans doute pas fait tout ce que j'ai fait maintenant. És be kell vallanom, hogy az édesanyám nélkül valószínűleg nem csináltam volna mindazt, amit eddig csináltam. Elle est à la fois une extraordinaire maman, mais aussi une manager et une agent, donc egy csodálatos anyuka is, de ugyanakkor egy fantasztikus menedzser, úgyhogy mindent csinál. Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor a háttérben azért ő irányítja egy kicsit a dolgokat. Donc il y a quand même une maman dans le dos. Oui, tout à fait. Abszolút, erről van szó. Je lui parle tous les jours. Minden nap beszélek vele. A tanulmányok hogy kezdődtek? Ha jól tudom, azért volt valami fajta menedzselés, amiben belekóstoltál, de aztán úgy döntöttél, hogy ez nem a te világod. Et les études, t'as tout de suite commencé par ça, parce que j'ai entendu que t'as aussi essayé le management, mais c'était pas vraiment pour toi. Effectivement, après les études secondaires au collège. A középiskola után. Je ne voulais pas partir professionnellement dans l'artistique. Nem akartam egyből ezt a művészi irányt követni. Parce que je trouvais ça trop incertain. J'ai grandi dans des bonnes circonstances avec ma famille et c'est ce que j'aimerais reproduire dans le futur. És kerülni szerettem volna a bizonytalanságokat, és egy olyan családi közegben, egy biztos családi közegben nőttem föl, amit szerettem volna én magam is megteremteni magamnak. Et le monde artistique me semble très compliqué. Et donc du coup, je ne voulais pas faire ça comme étude, j'ai voulu faire du management. és a művészi pálya elég bizonytalannak tűnt, és emiatt azt gondoltam, hogy a management az, amit kell csinálnom. Maintenant, j'ai fait que quelques mois de ces études et puis j'ai arrêté. És egy pár hónap múlva abba is hagytam. Et là, effectivement, en plus pour réussir ces études, j'avais mis de côté complètement la danse, le chant, le théâtre. És mindent el is hanyagoltam a management tanulmányok miatt, tehát éneket, táncot, mindent. Et malheureusement, ça m'a trop manqué. Et donc, du coup, j'ai arrêté et je me suis dit, il faut que j'essaye. Et c'est là que mes parents ont été extraordinaires parce qu'ils m'ont dit, bah oui, il faut que t'essayes. És amikor én éreztem, hogy nagyon hiányzik mindez, amit félretettem, és úgy döntöttem, hogy akkor abba hagyom a menedzsmentet, akkor fantasztikusak voltak a szüleim, mert bíztattak, és azt mondták, hogy hát igen, akkor csináld azt. Ez azért nagyon fontos tényleg, hogy egy támogató család legyen a háttérben. Exactement, et qui me soutiennent en plus dans cette voie qui moi me faisait peur. És ráadásul egy olyan pályán, ami engem megijesztett. Féltél ettől a világtól, amiben egyébként már azért most már évek óta benne vagy? Est-ce que tu avais peur de ce monde dans lequel tu es déjà présente depuis quelques temps? Oui, ben oui, j'en avais très très peur, et maintenant que je suis dedans, maintenant je l'adore, mais j'en avais très peur avant. Igen, nagyon féltem előtte, de most már imádom. És hát ugye felvételt nyertél az egyik legjobb iskolába, legjobb musical iskolába Párizsban. Tu as pu faire tes études dans une des meilleures écoles dans ce domaine de comédie musicale, exactement, n'est-ce pas? Exactement, et ça aussi c'était toute une épreuve dans ma vie parce que j'ai toujours vécu à la campagne en Belgique et là je me suis retrouvée toute seule dans une grande ville, la grande ville de Paris. Hát a belgiumi vidék után, ahol felnőttem, egy óriási különbség volt Párizs. A nagyváros Párizs. Et puis en plus, la première fois que je rencontrais aussi d'autres artistes, des artistes parisiens, et cette école qui est effectivement très très connue et qui, d'ailleurs, ils m'ont permis d'étudier dans cette école parce que je travaillais aussi à côté dans la réception de l'école pour payer justement cette énorme école. És itt megismerhettem rengeteg párizsi művészt, és ezzel egy időben a tanulmányaim alatt dolgoztam is, tehát az iskolában dolgoztam, úgyhogy még jobban megismerhettem belülről ezt a világot. Azért ilyen fiatal korban, hát nem ilyen fiatal korban, hanem még sokkal korábban, évekkel ezelőtt, megkapni egy főszerepet a Romeo és Júliába, azért az egy nagyon nagy dolog. À un jeune âge, avoir le rôle de Juliette, c'est quand même quelque chose.
Oui, effectivement. Et en plus, quand j'étais petite, quand c'est sorti, quand le spectacle est sorti, j'étais toute petite et j'étais fan de Juliette. Amikor egész kicsi voltam, hogy óriási rajongója voltam a Juliának, úgyhogy... Je jouais à Roméo et Juliette dans le salon avec ma sœur. A nővéremmel játszottuk a Roméo és Juliát a nappaliban. Donc quand effectivement on m'a appelé pour jouer le rôle, j'étais tellement heureuse, je réalisais pas du tout. Fel se tudtam fogni, amikor hívtak engem, hogy akkor ezt a szerepet én játszam el. Je connaissais d'ailleurs toutes les chansons par cœur encore de mon enfance. Még gyerekkorból ismertem az összes dalt. Igen, azért ez egy nagyon nagy dolog. Ça c'est quand même important. Oui, j'avais pas besoin de les apprendre, je les connaissais déjà. Nem kellett, hogy megtanuljam őket, mert már mind ismertem fejből. És aztán a Notre Dame-ról sem beszéltünk még, ugye? On n'a pas encore parlé de NTP. Oui. Ça, c'était donc effectivement avant Roméo et Juliette. C'était mon premier travail professionnel. És ez még a Notre Dame, a Párizsi Notre Dame, az még a Roméo és Júlia előtt volt. Ez volt az első hivatalos munkám Párizsban. Et ça aussi, c'était incroyable parce que non seulement j'étais très 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 heureuse de trouver du travail tout de suite après l'école, ce qui me faisait très peur justement dans ce milieu. Úgyhogy nekem egyrészt nagyon nagy öröm volt, hogy egyből találtam munkát. Tehát ez már önmagában, hogy a tanulmányok befejezése után egyből lett munkám, ez már óriási örömmel töltött el. Et puis en plus, ce spectacle qui aussi était un de mes spectacles préférés quand j'étais toute petite. Donc j'ai halluciné quand j'ai été prise pour ça et alors la tournée internationale c'est incroyable. És akkor hogy pont ezt a darabot ebben a darabban játszhattam és hogy ráadásul nemzetközi turnén, szóval ez egyszer hihetetlen volt. Igen, ezt úgy tudom, hogy másodszerepben kapta meg a Roméo és Júliát, és utána kiesett a másik szereplő, és aztán ő a helyére tudott lépni. Donc t'as pu donc remplacer donc l'autre Juliette. Oui. J'ai en tant que doublure, on a quand même certaines dates de sûr. Beugró színészként is vannak előre meghatározott számú időpontok, előadás szám, amit megkapunk. Et en plus, je m'entendais très bien avec l'autre Juliette. Donc des fois, quand elle se sentait un peu fatiguée, elle disait, écoute, fais le show ce soir ou demain. Donc c'est très chouette parce qu'il n'y a pas la sensation de compétition. Nagyon jól megértettem magam a másik Júliával, és emiatt előfordult például, hogy fáradt volt, és megkért engem, hogy jaj, most inkább ugorj be te. És nagyon szívesen tettem. Nem volt verseny közöttünk. De ha jól tudom, akkor ez is egy olyan felvételi volt, amit mondjuk egy videóüzenetben küldött el, és nem is kellett, hogy jelen legyen, de már ezek alapján látottak, megfogták a... qu'ils ont vu, et c'est comme ça qu'ils t'ont choisi, n'est-ce pas? Oui, parce que j'étais en tournée avec Notre-Dame en Asie. Igen, éppen Ázsiában voltam, éppen a Párizsi Notre-Dame című musicallel. Et effectivement, le compositeur, donc Gérard Presgurvic, compositeur et producteur de Roméo et Juliette, par son intermédiaire, a demandé à avoir des vidéos de moi. És a zeneszerző, producer Gérard Presgurvic szeretett volna látni egy videót rólam. Et c'est via les vidéos qu'ils m'ont pris. És gyakorlatilag a videók alapján választottak ki. C'était incroyable. Hihetetlen volt. Hát ugye megkaptad ezt a szerepet, és hát jártatok vele tényleg a világot. Donc vous avez fait le tour du monde avec ce spectacle. Mennyi, milyen munka ez? Tehát azért ez egy olyan életmódot igényel, ami nem mindennapi. Quel style de vie? C'est pas ordinaire quand même. Hogy kell elképzelni ezt egy kívülállónak? Justement, c'était une découverte pour moi aussi. Nekem is ez egy felfedezés volt, ez az életforma. Et j'ai été très agréablement surprise de voir que tout le monde est excessivement professionnel. És nagyon nagy megkönnyebbülés volt, nagyon nagy meglepetés volt pozitív értelemben látnom, hogy mennyire professzionális mindenki. Et du coup, quand on a des répétitions, c'est très efficace, c'est très rapide. Et voilà, il n'y a pas du tout le côté comme à l'école, quand c'est compliqué de mettre des répétitions en place. Ici, tout le monde est professionnel, donc ça roule. És a próbákban megmutatkozott például a különbség az iskolához képest, hogy mennyire gyorsan, hatékonyan mentek a próbák, összehasonlítva például az iskolába, ahol minden olyan kicsit olyan nyögvenyelősebben ment.
Et alors, le fait qu'on vive tous ensemble dans le même hôtel, on se croise tous les jours au petit déjeuner, on se croise après en répète et puis dans le show, on apprend à vivre ensemble et ensemble avec des nationalités différentes aussi. És tulajdonképpen egész nap együtt vagyunk, tehát találkozunk a reggelinél, napközben, az előadás alatt, és tulajdonképpen megtanulunk együtt élni, és hát megismerünk más kultúrákat, mert más nemzetiségű emberekkel dolgozunk együtt. Donc c'est très intéressant, comme au début tout le monde apprend à se connaître et à se comprendre aussi en fonction des nationalités. Tehát először megismerkedünk tulajdonképpen, és megtanuljuk egymást megérteni. Et puis, au fur et à mesure des mois qu'on passe ensemble, on finit par devenir une famille où on se connaît tellement bien qu'on finit aussi par connaître les défauts des uns des autres et de vivre bien avec. És pár hónap után olyan leszünk, mint egy család tulajdonképpen. Már megtanuljuk egymás hibáit, gyengeségeit, és megtanulunk azokkal is együtt élni. Et c'est vrai que du coup, on apprend à vivre ensemble. Et en fonction de la tournée, quand elle est plus ou moins longue, on se rapproche très fort parce que nos familles nous manquent, notre culture nous manque, et ça crée des liens très 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 forts entre tout le monde. És azért is nagyon közel kerülünk, mert mindenki hasonló hiányokkal küzd, tehát mindenkinek hiányzik a családja, a hazája, ahonnan jött, és ez még jobban összekovácsolja az embereket. Egy-egy ilyen turné mennyi ideig tart? Une tournée comme ça, ça prend combien de temps? Alors, ce qui se passe, c'est que c'est souvent par période de mois, donc c'est par tranche. Tehát mindig ilyen egy pár hónapos időszakokból áll. Mais le plus long qu'on ait eu, donc comme tranche de mois, c'était 6 mois sans rentrer chez nous. A leghosszabb az 6 hónap volt, úgy, hogy egyáltalán nem jöttünk haza a 6 hónap alatt. És donc, ça, c'est dur. És az nehéz. És milyen helyeken jártál eddig? Quel lieu est-ce que tu as visité? Alors, les 6 mois justement, c'était en Corée du Sud. A 6 hónap az Dél-Koreában volt. Avec un mois complet à Séoul. Ça c'était très 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 intéressant. Ebből egy hónap, teljes hónap Séoulban volt, ami nagyon-nagyon érdekes volt. Et puis on est allé aussi à Taïwan. Elmentünk Taiwanba is. Au Liban. Libanonba. Et puis avec Roméo et Juliette, on est allé aussi en Chine. És Roméo és Juliával Kínában is jártunk. Úgy tudom, hogy vannak azért nagyon nagy rajongó táborok Ázsiában. J'ai entendu qu'il y avait des groupes de fans en Asie. Oui, tout à fait. Et ils sont très très nombreux et très forts, très puissants. Abszolút, és nagyon sokan vannak, és nagyon erőteljesek. Mivel lepnek meg például egy-egy ilyen fellépés után? Comment est-ce qu'ils peuvent te surprendre, par exemple, lors d'un spectacle? Alors, pendant les spectacles, ils sont toujours très respectueux. Az előadás közben nagyon-nagyon tiszteletteljesek. Donc, il n'y a pas de réaction pendant le spectacle, c'est seulement à la fin, au moment des saluts, que là, ils se lâchent un petit peu. A több az előadás alatt nincsen nagyon reakció, viszont a végén, az előadás után, a meghajlásoknál akkor van nagy lelkesedés. Mais par contre, là où ils sont intéressants, c'est justement quand on les rencontre après le spectacle, pour les sessions d'autographe ou juste à la sortie du théâtre. De amikor utána, az előadás után vagyunk, és akkor külön találkozunk velük, és adunk nekik autogramot például, akkor nagyon érdekesen reagálnak. Là, ils sont adorables parce qu'on reçoit des cadeaux, parfois on reçoit des poupées cousues main, des gâteaux avec notre photo dessus. Imádni valóak ilyenkor, tehát volt, hogy tortát kaptunk a mi alakunkkal, figuránkkal, akkor volt, aki egy babát vart a mi karaktereinkből. Et énormément de petits cadeaux, parfois aussi en Corée, comme on était en Corée pendant l'hiver, on recevait aussi des petites fioles de vitamines, des sachets de thé. Például télen például vitaminokat kaptunk, és teát, tehát hogy az egészségünk kedvéért. Adorable. Et en Chine, on recevait des masques. Kínában meg maszkokat kaptunk. Et ils sont vraiment adorables. Nagyon imádnivalóak. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy Magyarországra hogy kerültél, hiszen
ugye volt, itt kezdődött, ha jól tudom, a Sing Sing-el, ahogy a köztudatba bekerültél, és aztán az Ajdántól elkezdve éppen most is egy nagyon-nagyon nagy musicalben játszottál, és még fogsz is. Comédie musicale, et ça continuera aussi. Oui, tout à fait. Alors, tout a commencé il y a deux ans, ici, effectivement, au théâtre de Székesfehérvár. Minden itt kezdődött Székesfehérvári Színházban két évvel ezelőtt. Quand, bah, grâce à ma maman, az én anyukámnak köszönhetően. Elle a écrit au metteur en scène et chorégraphe Attila Szakál. A rendező koreográfusnak, Szakál Attilának írt. Pour dire que on venait voir avec ma famille le spectacle de Sing 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 et que j'ai participé aux versions françaises de certains spectacles qui seront dans le show. És azt írta le neki, hogy a családostól jövünk Székesfehérvárra megnézni a Sing 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 Show-t, és röviden leírta, hogy én voltam Ázsiában, francia verziójában ezeknek bizonyos francia produkcióknak. Et Attila, quand il a reçu le message, il a tout de suite répondu à ma maman que toute l'équipe serait ravie de pouvoir nous rencontrer après. Donc on a dit bien sûr, ce serait très chouette de rencontrer toute l'équipe. És Attila mondta, hogy a teljes csapat nagyon-nagyon szívesen találkozna a családdal velünk. Mais le matin du spectacle, il a proposé également que je chante dans le spectacle. De amikor eljött a napja az előadásnak, akkor azt is felajánlotta, hogy én is énekeljek az előadásban. Et c'est là que justement je suis devenue beaucoup plus timide que quand j'étais petite. És ekkor már sokkal félénkebb voltam, mint amikor kislány voltam. Parce que ça m'a fait peur, je me suis dit mais comment ça je vais chanter dans un spectacle en hongrois, il faut que j'essaye le micro, en plus il voulait que je chante en duo avec un autre artiste qui au même moment chanterait en hongrois. Megijedtem attól, hogy fogok én egy magyar produkcióban énekelni, hogy ugye technikai feltételek, hogy mikrofon is, hogy mi lesz vele, hogy ráadásul egy duettet énekeljek egy magyar művésszel, aki magyarul fog énekelni, hogy ez hogy fog összejönni. Donc j'ai eu très peur, j'ai dit à maman non, ne lui dis que non. Úgyhogy megijedtem, és mondtam az anyunak, hogy anyu, mondd meg neki, hogy nem. Et puis Attila a proposé une répétition avant le spectacle où je pouvais essayer la chanson avec le chanteur et essayer mes chansons aussi. De az Attila felajánlott egy próbálási lehetőséget az előadás előtt, ahol a duett partneremmel énekelhettem, elpróbálhattam a dalt. Donc du coup, j'ai dit d'accord pour la répétition. És akkor azt mondtam, jó, akkor a próba az rendben van. Et puis quand je suis arrivée, tout le monde était vraiment adorable dans l'équipe. Et effectivement, techniquement, tout s'est très bien passé. Donc j'ai dit, ok, je veux bien chanter dans le spectacle. És annyira kedves volt mindenki, olyan kedvesen fogadtak, és annyira flottul ment minden, hogy akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor csináljuk. Et donc ce spectacle s'est très bien passé. J'ai effectivement rencontré après tous les artistes. Et c'est grâce à Attila que j'ai eu le rôle d'Aïda l'été dernier. És nagyon jól sikerült, mindenki nagyon kedves volt, és tulajdonképpen Attilának köszönhetően kaptam meg az Aïda szerepét múlt nyáron. Et c'est vrai qu'au début, quand il m'a proposé de jouer Aïda à Chopron, j'ai cru que c'était un rêve inatteignable. J'ai cru que c'était un peu une blague. Amikor felajánlotta nekem, vagy megkérdezte, hogy szeretnék-e Aidát játszani, akkor azt hittem, hogy vagy egy vicc, vagy egy álom, ami viszont elérhetetlen, de nem vettem komolyan. Et puis Attila a commencé à me poser des questions un peu plus précises en disant quand est-ce que tu es disponible, quand est-ce qu'on peut commencer les répétitions, quand est-ce qu'on peut faire une conférence de presse. És az Attila elkezdett konkrét kérdéseket feltenni nekem, hogy mikor érek rá, hogy mikor lehetne egy sajtótájékoztatót tartani. Et donc du coup, à un moment, je dis, mais donc je vais vraiment le faire. És akkor feltettem magamnak a kérdést, hogy most ezt tényleg én fogom, meg fogom csinálni. Et il m'a dit, oui, András est d'accord, Pataki András est d'accord, donc c'est toi. És a rendező is azt mondta, hogy igen, és az volt a válasz az Attilának, hogy igen, a Pataki András rendező is azt szeretné, hogy te csináld. Et tout ça à distance, donc j'ai demandé s'il voulait pas une vidéo comme avec Roméo et Juliette, ou s'il voulait pas me rencontrer d'abord et qu'on essaye les chansons. Non, c'est bon, c'est toi. És csodálkoztam, hogy nem akar egy videót, vagy valamit látni rólam, és azt mondta az Attila, hogy nem, hogy te leszel az.
ahhoz képest, hogy mennyire féltél tőle, gyönyörű szépen énekelted magyarul, hibátlanul. Peut-être que tu avais peur, mais tu l'as très très bien chanté en hongrois. Oui, effectivement, j'ai eu très très peur. Igen, nagyon féltem. Et justement, avant les premières répétitions d'Aïda, j'ai voulu être absolument nickel sur tous mes textes, toutes mes chansons, connaître tout par cœur et arriver prête. És nagyon fontos volt nekem, hogy teljesen felkészülten érkezzem, tehát hogy mindent fejből tudjak, már akkor, amikor legelőször elkezdődik a legelső próba. Et c'est pour ça que c'était énormément de travail et d'ailleurs c'est toi qui m'as aidé sur Skype à traduire mot à mot toutes mes chansons, toutes mes scènes. És akkor hát egyébként te segítettél pont nekem, hogy szóról szóra mindent lefordítani, mindent értsek jelenetről jelenetre. Et puis je m'enregistrais en train de chanter les chansons et je te les envoyais et tu me disais l'accent ou les problèmes qu'il y avait. És akkor átküldtem neked, és utána te megmondtad, felvettem magam, átküldtem neked, és megmondtad, hogy hol vannak még problémák, visszaküldted. Donc c'était un gros travail avant d'arriver là-bas et puis une fois arrivé là-bas, de nouveau tout le monde était adorable, tout le monde m'aidait dès qu'il pouvait. És megint csak mindenki imádnivalóan viszonyult hozzám. Et j'ai adoré travailler avec Pataki András, qui est vraiment excellent comme metteur en scène. És nagyon-nagyon szerettem dolgozni Pataki Andrással, aki egy kiváló rendező. Ez is egy hatalmas siker volt, úgy, ahogy most pár héttel ezelőtt a We Will Rock You musical, amiben szintén főszerepben láthattak. De hogy egy picit aktuálisak legyünk, így a műsorunk vége felé közeled, de beszéljünk arról, hogy mi vár ránk itt ezen a hétvégén Fehérváron, illetve rád. Donc ici à Székesfehérvár. Alors, à Székesfehérvár, ce samedi, je vais justement chanter, et je suis très très excitée à propos de ce concert, des musiques de films avec un orchestre philharmonique derrière. Most szombaton nagyon-nagyon izgatott vagyok emiatt, most szombaton zenekarra, szimfonikus zenekarral filmzenéket énekelhetek itt Székesfehérváron. Avec des collègues extra qui sont très 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 connus ici, donc je suis honorée d'être l'une des leurs. Nagyszerű és ismert magyar művészekkel, és számomra megtiszteltetés, hogy ilyen emberekkel léphetek föl. Igen, azt azért a nézők kedvére elmondjuk, hogy itt lesznek a Vastag testvérek, Radics Gigi, Kautsky Arman, és még jó páran, donc, és lesznek benne nagyon-nagyon látványos elemek, ha jól tudom. Elég très spectaculaire. Oui. Donc je suis très 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 impatiente d'être samedi. Nagyon türelmetlen vagyok, hogy már szombat legyen. Egyébként próbálni volt már lehetőségetek így együtt? Est-ce que t'as déjà pu répéter avec eux? Alors, pas encore. Még nem. Donc de nouveau tout se fait par mail, donc je reçois des enregistrements, des répétitions et tout ça. Meg minden e-mailben történik, kapok anyagokat, hanganyagokat. Mais on aura une répétition la veille et puis le jour même. Előző este lesz egy próba és aznap lesz próba. C'est pas beaucoup. Igen. C'est pas beaucoup. Ez nem sok. De hát profikról van szó. Ce sont des professionnels. Voilà, ça va aller. Úgyhogy rendben lesz. Ezek után, hogy ez az előadás megtörténik, mi vár rád? Je vais chanter aussi à Budapest pour le nouvel an. És szilveszterkor fogok Budapesten énekelni. Avec un des frères Vastag d'ailleurs, avec Tommy. Az egyik Vastag testvérrel, a Tommyval. Et puis il y a des nouveaux spectacles de We Will Rock You. És lesznek további We Will Rock You előadások. Et ça, je suis très contente aussi parce que c'est absolument génial de jouer dans cette pièce. Ennek is nagyon örülök, mert fantasztikus ebben az előadásban, ebben a musicalben játszani. Donc j'espère qu'il y en aura encore d'autres. Remélem, hogy lesznek még előadások. Et puis sans doute des petits concerts solo aussi un peu partout en Hongrie et des Sing 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 sans doute. És lesznek biztosan szólókoncertek, kisebb szólókoncertek, és minden bizonnyal lesznek Sing 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 előadások is még. Emellett a rohanó ide-oda mozgó életmód mellett azért jut időt pihenésre? Dans cette vie hectique, est-ce que tu as le temps de te reposer? J'essaie de trouver le temps de me reposer. Próbálok találni rá időt, igen. Mais c'est vrai que le meilleur moyen pour moi de me ressourcer, c'est de voir ma famille et mes amis. Nekem igazából a legjobb módja annak, hogy feltöltődjem, az, hogy a családommal és a barátaimmal vagyok. Donc si ça nécessite un aller-retour en avion pour Paris ou Bruxelles, c'est pas grave. Hogyha oda kell repülni mondjuk Párizsba vagy Brüsszelbe, ez nem probléma, mert megéri.
És karácsonyt akkor így fogod tölteni otthon? Et Noël sera comme ça aussi? Oui, Noël sera ici à Budapest, avec la famille hongroise. Itt lesz karácsony is, de a magyar családdal. Et c'est mon anniversaire par contre qui sera entre Paris et Belgique. Viszont a születésnapom az valahol itt félúton lesz valahol. Az előtte van a születésnapom. Decemberi? Vous êtes né en décembre? Oui, le 17 décembre. Igen, december 17-én. Ó, oh. Hát akkor mi előre boldog születésnapot, boldog ünnepeket kívánunk. És én azt kívánom, hogy nagyon-nagyon sokat halljunk még rólad. Gyere sokat Fehérvárra. És lássunk majd tőled egy önálló koncertet itt Fehérváron. És nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mi köszönjük, hogy eljöttetek. Minden jót nektek, köszönjük szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, fehérvári beszélgetéseket látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!